Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 12-én hétfő este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! 2 év kihagyás után ismét megszervezték a falunapot Naszájon. Hagyományőrző lakodalmat tartottak Tardoson. 19. alkalommal hívják életre a civil napokat Tatán. A Csend címmel nyílt kiállítás a megyei könyvtárban. 24 egységgel mutatkozott be a stílusos vidéki éttermiség Tatán. 21. alkalommal rendezték meg a naszái napokat. A településen színes programokkal várták a kicsiket és nagyokat. A gyermekeknek népi játszótérrel, ugrálóvárral és arcfestéssel készültek a szervezők, de zenés programokból sem volt hiány. Az idei naszáért díjat Kubina Lajosné, egykori iskolaigazgató vehette át. 2 év kihagyás után ismét megtartották Naszáj egyik legnagyobb közösségépítő rendezvényét, a naszái napokat. A délutáni forgatag előtt a megnyitó ünnepségnek a művelődési ház adott otthont. A falunap az mindig egy település életében az igazi ünnepnap, hiszen ekkor jönnek össze a közösségek, ekkor talán egy kicsit kötetlenebben jobban együtt tudunk szórakozni, mert természetesen azért a szórakozásról szól elsősorban. Igyekszünk olyan programokat kínálni, hogy minden korosztály számára megfelelő legyen, a legkisebbektől a legidősebbekig, és hát ilyenkor nagy örömünkre a falu lakossága felbojdul, és mindenki a rendezvénysátorban van és élvezi a programokat, úgyhogy az összetartozás és az együttartozás és a településért munkálkodás az talán egy falunapon tud kiteljesedni teljesen. Minden település számára fontos helyi ünnep a falunap. Ez az az alkalom, amikor összegyűlnek a falu lakosai, hogy megálljanak egy pillanatra a napi rohanásban, és örüljenek egymásnak. Most azt látjuk, hogy tavaly már azért a nyári időszakban voltak települési falunapok. Naszájon most ismét össze tud jönni a falu apraja nagyja. Nagyon kedves ez a pár óra, amit itt Naszájon tudok ilyenkor tölteni. Az egyik része az nagyon ünnepélyes és nagyon méltóságteljes, hiszen a délelőtti alkalom, a hivatalos megnyitó ad lehetőséget az önkormányzat által alapított Naszájért díját adására, és mindig a településért és a közösségért kiemelkedően tevékenykedő személyek kapnak elismerést, és ez a megbecsülés, ez a fajta odafigyelés, ez nagyon szükséges emberi oldalról a mindennapokban, és egyébként a mindennapokban kellenek a példák és a jó példák. Minden közösségnek van olyan alkotó, tevékeny tagja, akire érdemes odafigyelni, aki egy kicsit motorja a településnek, vagy motorja a közösségnek. Ez egy nagyon szép, ünnepélyes pillanata a falunapnak. Az idei Naszáért díjat Kubina Lajosné, az iskola egykori igazgatója kapta, aki annak idején maga is részt vett a naszái napok szervezésében. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg meglepő volt, hogy rám gondoltak, mert az ember, ha valamit felvállal, azt nem azért csinálja, hogy megjutalmazzák, hanem szívből, lélekből teszi. És én mindig is ilyen típus voltam, hogy a közösségért sok mindent tettünk. Nem csak a tanítás, ami kötelező volt, hanem azon felül mindig a gyerekek érdekeit néztük. Kedves hagyományt elevenítettek fel Tardoson a hétvégén. A településen azokat a párokat köszöntötték, akik idén házasságuk kerekéfordulóját ünneplik. A jeles eseményen 29 házas pár vett részt és erősítette meg az akár 60 évvel ezelőtt tett házassági esküjét. Nem szakadt meg a tradíció, hagyományőrző lakodalmat tartottak Tardoson. Több mint 30 jubiláns házaspár mondta ki újra az igent. Ez a hagyományőrző lakodalom, ennek az az alapja, hogy mindazokat a házaspárokat, akik 5 évente ünneplik a házassági évfordulójukat, azokat meghívjuk a polgármesteri hivatalba, a házasságvédőterembe, ahol az anyakönyvvezető jelenlétében újra kimondják a boldogító igant, majd utána tartunk egy kis batyús bált egészen hajnalig zenével, tánccal. Egyébként a rendezvény nagyon népszerű, most például 35 vagy 36 pár van, az elmúlt 13 vagy 4 évben ez most a legnagyobb létszám. Rábízom magam,
Mert nagyon szeretlek. Változik a világ, és mindenképpen szeretnénk azt, hogy a Tardosra beköltözők, vagy a Tardoson élők azért a hagyományainkból merítsenek. Tehát Tardoson élni az nem csak egy hely, ahol egyébként jó lakni, hanem ennek vannak gyökerei, ennek a falunak, az itt lévő embereknek vannak múltjú, van múltjú, és ezeket a múltat, ezt a múltat, ezeket a gyökereket szeretnénk különböző módon megragadni. Most például ezzel a lakodalommal. Jellemzően a bálban, aztán Tardoson mindig játszott szlovák fúvós zene fog szólni. A hagyomány szerint a anyakönyvvezetőnk, ugye nyilván 50 évvel ezelőtt nem ő volt az anyakönyvvezető, de egyébként nagyon jól csinálja a dolgát, úgyhogy szeretnek eljönni 5 évente a házaspárok. Ez az ajándékunk, hogy ne csak arról szóljon dolog, hogy én beszélek meg az anyakönyvvezető, hanem legyen egy kis ajándékműsor is, és feltehetőleg sokkal szebben énekelnek, mint ahogy én énekelnék. A fogadalomtétel után Batyós Bállal ünnepeltek az újraházasulók. A civil napok rendezvényei az önszerveződésre épülő helyi civil szervezetek tevékenységére hívják fel a figyelmet, miközben kulturális, művészeti, ismeretterjesztő, sport, egészség és környezetvédelmi témákat felvonultató programokat kínálnak. Az idei év központi témája Fellner Jakab születésének 300. évfordulója. Az építőmester tatai munkásságáról dokumentumfilmet készítettek a Tatai Televízió munkatársai. A civil napok rendezvényei szeretnék felhívni a figyelmet az önszerveződésre épülő helyi civil szervezetek tevékenységére, miközben különféle témákat felvonultató programokat kínálnak. A népszerű őszi programsorozat kínálata ezúttal is sokoldalú. Két héten keresztül a civil szervezetek a saját programjaikkal, illetve egy-két közös programmal mutatkoznak be. Ennek a lényege az, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapnak a civil szervezetek, hiszen a kulturális élet területén hatalmas nagy munkát végeznek, de nem csak a kulturális, a szociális és a sport területén, és nyilván mindenhol nagyon sok civil szervezet működik. Mindig keresünk az adott évben valami érdekességet. Körülbelül 35 és 40 program között lesznek a programjaik. A Fellner évfordulóval kapcsolatban pedig nagyon szerencsések voltunk, mert a Tatai TV által egy kisfilm készült, és erre kérezkedtünk be, hogy ez legyen a civil napok megnyitója. Úgy gondoltuk, hogy ezzel nem csak népszerűsítjük a Fellner évfordulót, hanem ez egy nagyon szép indulás lesz a civil napoknak. A magyarországi későbarokk építészet jeles tervezőjéről idén különböző rendezvények, konferenciák, tanulmánykötetek emlékeznek meg születésének 300 éves évfordulója kapcsán. A Fellner emlékév kapcsán a múzeum a már megszokott programjait kínálja, ebből kiemelkedik a vasárnapra került Fellner M-est, ami a Pezsgőgyárban kerül megrendezésre, a végén Pezsgőt is lehet majd kóstolni. Elkészült a Fellner emlékév kapcsán a Fellner képregény is. Nagyon izgatottan várjuk, hogy milyen fogadtatásban fog részesülni a lakosok részéről. És még érdemes itt megemlíteni, a szeptember 30-án Veszprémben a 4. Fellner Jakab konferencia is megrendezésre kerül, ahol a Molino kiállítást is átvisszük Veszprém városába, és ott is jobban népszerűsíteni fogjuk Fellner Jakab, főleg tatai tevékenységét. Talán az egyik legizgalmasabb pontja a Fellner emlékévnek az a Fellner kisfilm lesz, amelyik most pénteken kerül bemutatásra a Tómoziban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés kisfilm született meg, hiszen nem egy egyszerű dokumentarista film, ahol kollégáim Kövesdi Mónika és Tegmajer Máté biztosítják a szakmai hátteret, hanem kiváló felvételekkel kerül bemutatásra Fellner Jakabnak az épített öröksége, animációkkal még közelebb hozzák azokat a pontokat, amik azt gondolom, hogy a ma világában lassan elengedhetetlenek, és talán az egyik legkedvesebb rész a Fellner korát megidéző betétek, jelenetek, amikkel visszatudjuk magunkat a korba képzelni, és egy kicsit eljátszhatunk a gondolattal, hogy vajon Fellner hogyan állt ezekhez az épületekhez, hogyan viszonyult Tata újjáépítéséhez a 18. század közepén. A dokumentumfilm szeptember 16-án pénteken 18 órától tekinthető meg az Est moziban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a mozi elérhetőségein tehetnek meg.
Új kiállítással jelentkezett a József Attila Városi és Megyei Könyvtárban Kaposvölgyi Attila grafikai alkotásaiból. A 14 kiállított mű az alkotó különböző életszakaszaiban készültek egyedi technikákkal. A tárlat október 10-ig látogatható. Kaposvölgyi Attila testnevelést tanít az egyik tatabányai általános iskolában. Szereti a munkáját, de szeretné a benne rejlő kreatív embert is megmutatni alkotásain keresztül. Élete második kiállításának a József Attila megyei és városi könyvtár adott otthont. A csend az igazából inspirálja az embert. Úgy önmagában egy kicsit elvonul, és megalkotja azt a nyugalmat, amiben megérzi a csendet. Ennek a csendnek jelentősége van. Az alkotások többnyire akrillal, filctollal és toll munkákkal készültek, és vegyes technikák is vannak, amik ezeknek átfedéseik. Igazából ezek régi munkák, tehát van közöttük olyan toll rajz, ami 6 hónapig készült életemnek a nehéz időszakából, ami ez azt jelentette, hogy 5 perc és fél óra között tudtam foglalkozni a művel. Vannak rövidebb idő alatt elkészült munkák, 5-10 perces munka is van kiállítva. Minden alkotásnak megvan a maga élethelyzete, és a maga vonatkozása, hogy az ember mit és hogyan szeretne feldolgozni. És amikor alkotok, akkor én sokáig titokban tettem. Talán a történet és a jelen valónak az elmúlása, hogy elmúltak bennem dolgok, de mégis szeretném úgy megalkotni és megmutatni, hogy talán másnak is tanulságos. És úgy érzem azokat az értékeket, amiket képviselnek a művek, ha nem is én magam, de a kifejezés móddal, illetve a képi megalkotással szeretném oda vezetni a tekinteteket, akiket érdekel, hogy érezzék, hogy ez ennél sokkal több is lehet. Tehát nem pusztán egy képet lát maga előtt, hanem érzések vannak benne, amiket nekem a feldolgozás, neki megtalál egy olyan plusz az ő életéhez, a szemlélődő életéhez, ami segíti őt. A kiállítás október 10-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. A minőségi és magas gasztronómiát fogja össze a svéd, azaz a stílusos vidéki éttermiség. A kezdeményezés 2 év kényszerszünetet követően Tatán tartotta meg 10 éves jubileumát, ahol a Michelin csillagos séfek mellett a tatai katonák is főugri menüsorral jelentkeztek. Gasztronómiai fellegvárként volt jelen Tata szeptember közepén. Idén jubilált ugyanis a stílusos vidéki éttermiség, aminek 10. rendezvényét a Platán étterem szervezte meg. A programon a svéd 23+1 egysége mutatkozott be, de helyi termelők és borászok tételei is kóstolhatók voltak. Először is nem is gondoltam volna, hogy ezekkora felelősséggel jár, és ennyi szervezés van egy-egy rendezvény mögött. A Platánnak ez az első szervezett nagy rendezvénye. A svéden belül már többször részt vettünk, mi több mint 5 éve tagok vagyunk, úgyhogy ez kicsit kötelező is svéd tagként kijönni ezekre a nagy éves rendezvényekre. Az, hogy idén először 2 napos, ez egy újabb lépés volt, azért volt itt egy Covid időszakunk, ami egy nehéz időszak volt mindenki életében, és ezután 2 nappal indulni újra, szükség is volt rá, azt gondoltuk, hogy szeretni fogják az emberek, és örülök neki, hogy bátrak voltunk, mert az a visszajelzés, hogy igen, szerették, és sokan kijöttek szombaton is, sokan kijöttek vasárnap is. Tudtunk kicsit több tematikát vinni a dologba, hogy szombaton inkább a termelőké volt a főszerep, és a borászoké, és így vasárnap pedig 24 étterem képviseltette magát, úgyhogy örülök neki, hogy ez így sikerült. A kitelepült séfek menüsorát a 125 éve Tatán zajló hadgyakorlat inspirálta, így a Magyar Honvédség 25. Lapka György lövészdandára is kitelepült nagy sikerű ételeivel. Nagyon nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy maguk a rendezvény szervezői, tehát a gasztronómiát magas fokon képviselő éttermek, és hát maga a vendéglátó, ugye a Platán étterem, aki Michelin csillaggal rendelkezik, hívott meg minket, hát elterjedt, hogy azért változtattunk az étkezési szokásokon, a minőségen, és hát megpróbáltunk a honvédségén belül is egy olyan gasztronómiai színvonalat elérni, ami azért eléggé kevés helyen van még a Magyar Honvédségben. Azt kérték tőlünk, hogy a honvédség védjegyének számító katonai csülkös babgulyással jelenjünk meg. A séfem azonban úgy gondolta, hogy azért egy előétellel és egy édességgel is kedveskedjünk a látogató közönségnek. Azt gondolom, hogy megfelelőképpen helyt álltunk. Hogyha nézem a standokon, a mi standunk az folyamatosan tele van.
A program részeként Léva Janikó, Borbás Marcs és Vinkó József a Magyar Konyha Termelői díjait is átadta. Tarján község önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a Tatai Járási Hivatal illetékességi területén szeptember hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik. A kormányablak buszügyintézői szeptember 13-án kedden délelőtt 10 és 11 óra között várják az ügyfeleket okmányirodai, valamint kormányablakban indítható ügyekben a közösségi ház épületében. A kormányablak buszban a díjak és illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség is biztosított. A jövő tehetségeit, ígéretes zenekarait első között ismerheti meg a nagy közönség a 27. Pero Music Tehetségkutató Fesztiválon. Az ország legrégebbi és egyik legrangosabb szakmai tehetségkutató rendezvényének ismét az Agóra ad otthont szeptember 17-én szombaton reggel 8 órától. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer, röviden. 2 év kihagyás után ismét megszervezték a falunapot Nassájon. Hagyományőrző lakodalmat tartottak Tardoson. 19. alkalommal hívják életre a civil napokat Tatán. A Csend címmel nyílt kiállítás a megyei könyvtárban. 24 egységgel mutatkozott be a stílusos vidéki éttermiség Tatán. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, önök szeptember 12-én hétfő este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban és friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!